Itt a mérkőzés statisztikája, nagyjából olyan értelemben kiegyenlített, hogy gólszerzési kísérletekben kettő különbség a Várda javára, mondjuk a végeredményben is, a kaput eltalált lövések szempontjából viszont kisvárdai dominancia. Gratulálunk ehhez Boldog Tamás vezetőedzőnek, aki küzd a hangjával egy picit, ez ilyen hangos meccs volt, ezt igényelte? Elszoktam tőle, jó estét, sziasztok! Ja, kicsit bele kell jönni most a hangszálaknak is. A hangszálak még... meg vannak fogva egy kicsit. Akkor az olyan, mint a játékosok, hogy az első meccsben azon még hogy viszi magát a lendület, nem? Ja, lassan. Utána meg már bele kell lendülni. Hadd kérdezzek, nagyon szépek voltak a gólok mind a kettő egyébként, csak a gólörömöket próbáltam dekódolni itt, mert Szászájé például olyan volt, hogy szívecske, telefon és baba, tehát arra minden következtettem, volt, hogy szerelmem előtte fölhívtál, hogy babát várunk, vagy tehát hogy próbáltam összerakni a mondatot, de érdekes volt. És utána bumbájé is. Nekem ugyanúgy le kellett csekkolnom, mert tegnap azért néztelek benneteket, és tudtam, hogy meg fogjátok kérdezni, és nekem is nem volt hozzá lövésem, hogy akkor most mi játszódott ott le. És kiderült, hogy a Szaszának van egy másfél éves gyereke, azóta nem rugott gólt, hogy gyereke született. Nem, és jó, hogy nem akkor a bébi. 3 vagy 4 éves a gyerek, mert akkor annyi ideig nem rugott volna gólt. A bumbánál pedig úgy van, hogy 4 hónapos terhes a felesége, úgyhogy annak előjeleként próbálta azt szimulálni. Azt hittem, hogy a kisvárdai szabadidő eltöltéssel kapcsolatos ötletek merültek fel, de visszatérve a mérkőzés szakmai részére, 2-0, induljunk ebből a pillanatból ki, és itt azért a 82. percben volt már ez, de azért nem futott át a múlt heti végeredmény Boldog Tamás fején, mert ott is a hajrához közel szerezte a kisvárda a második találatot. Természetesen átfutott az agyamon. És bocsánat, hogy egyenlített a Diósdon. Hát igen, az egy szerencsétlen szituáció volt, vagy mérkőzés volt, amit kiengedtünk a kezünkből, de most is ugyanúgy megvolt ennek a lehetősége, mert megrúgtuk a másodikat, és utána a Paks az akcióval a Bödőnek volt egy olyan lövése, hogyha kaput talál, akkor igencsak meleg lehetett volna még az utolsó pár perc. De hál' Istennek tanultunk, úgy néz ki, az elmúlt mérkőzés hibáiból, úgyhogy sikerült 2-0-ra lehozni és megnyerni a mérkőzést. Kicsit átülve a szakértő székébe, miért vannak ilyen nagy hullámzások ezeknél a csapatoknál? Tehát például mondjuk az ellenfél, a Paks is ugyanúgy elmondhatja magáról, hogy az előző héten sziporkázott, 4-2-re diadalmaskodott, itt pedig hát gyakorlatilag egy majd a almanakokban úgy lesz, hogy egy sima 2-0-ás vereséget szenved. Most ezt ne tőlem kérdez, hogy a Paksnál mi a hiba, de ugye ez a kisvárdára is, tehát hogy itt is vannak azért ilyen szituációk, hogy múltkor kiengedtétek a kezetek közül a győzelmet, most pedig azért mégiscsak nyert a csapat. Hát most én a múltkori mérkőzés után azt mondtam, hogy ha tanulsz ebből a hibából, és a 2-2 lett a vége, akkor rendben van, akkor el tudom fogadni, nincs semmi gond, csak használt fel azt, hogy 2-2 lett. Na most azon a mérkőzésen is úgy volt, hogy megvolt a lehetőségünk a harmadik gólhoz, sajnos nem fejeltük be, nagyon nagy lehetőség volt, és utána hát a Diósgyőr az jó csapat, úgyhogy ők kihasználták azokat a hosszú labdákat, amiket terveztek, fölépítettek, úgyhogy nagy sajnálatos módon, de ez látszott, hogy tanultunk belőle, és ezért most 2-0-ra meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Tehát volt értelme ott annak a két pontot elengedni. Hát az azért személy szerint téged hogy érintett, hogy pont a Diósgyőr? Nyilván azért a két ponton túl. Amikor hát láttuk az eredményt, egyébként azt gondoltuk, hogy na, Boldog Tamásnak most gurul el a gyógyszer, az biztos. Hát, ugye... Persze bosszantó, de most teljesen mindegy, hogy ki ellen lett volna, hogyha az Zalaegerszeg ellen, akkor ugyanúgy bosszantott volna. De most az, hogy a Diósgyőr, persze volt egy kis pikantériája, nekem egy élmény volt csapatom ellen meccselni, de azon kívül az, hogy volt csapat ellen játszottunk, különösebb nyomás vagy érzés. Hát nézd, én a klubhoz olyan értelemben kötődtem meg a szurkolókhoz, hogy jól éreztem magamat, abszolút szenzációs időszak volt. Most az, hogy nekem ott voltak kisebb zöngéim ott egy-két emberrel, az már történelem, de nem az határozta meg az érzéseimet a klubban kapcsolatban. És összességében Kisvárdán mennyire körvonalazódik már az, amit te szeretnél?
Az néz játékban mindenképpen úgy gondolom, hogy előreléptünk és fejlődünk, mivel egész héten úgy éreztem, hogy masszívabbak, jobbak vagyunk, és igenis azokat a távolságokat jobban betartjuk, többen támadunk vissza a labdavesztés után, és tényleg egy kicsit a fejekbe, ha nem is azt mondom, hogy a szoftvert át tudtuk változtatni, de fogékonyabbak egyre jobban arra, amit én szeretnék. Na most a keretet nem én alakítottam ki, egyértelműen kaptam, de ez a keret, amit én szeretnék, egyre jobban próbálja megvalósítani, és én abszolút elégedett is voltam hétvégén, úgyhogy nem tudok rosszul mondani a játékosokra. Mennyire, én gratulálni szeretnék először is a győzelmekhez, meg ahhoz, hogy újra munkát váltál az első osztályba. Volt egy Dajka László második mérkőzése után talán beszéltünk arról, hogy edzőváltás kérdése felmerült Kisvárdán, és akkor én személy szerint azt mondtam, amikor a te neved felmerült, hogy na, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez meg fog-e történni, mert két erős személyiség, Boldog Tamás és Révész Attila a tárgyalóasztalhoz ülnek, igen, Révész Attila sportigazgató tárgyalóasztalhoz ülnek, annak mi lesz a végeredménye? Mennyire volt nehéz megegyezni Révész Attilával? Nyilván van egy nagyon erős és komoly elképzelése a futballról, és hogy mit szeretne Kisvárdán látni. Mennyire voltak közel, vagy lesznek közel ezek az álláspontok? Ez egyértelmű volt, hogy amikor én az Attilával beszéltem többször telefonon az elején, amikor ment a puhatolózás, vagy egyeztettünk, hogy kinek mi az elképzelése, a felfogása a labdarúgásról, akkor én tudtam azt, hogy itt azért egy pár kérdőjel elő fog jönni mindkét irányból, és ugyanakkor velünk kapcsolatban is, hogy a közvélemény az Attilát egy erős embernek, egy karakán szókimondó embernek tartja. Hát mert tartja. Itt a Gól 2-ben kifejtette azt, hogy gyakorlatilag ő egy olyan vezetőedzőt szeretne, aki egy-egybe azt az elképzelést valósítja meg, amit ő elképzel, csak hát ugye egy személyben nem lehet mindent csinálni, tehát hogy ezért csak azért csodálkoztunk, hogy azért egyébként egy erős edző karakternek megismert Boldog Tamás kerül Kisvárdára. Mondjuk azért változni nem fogok, úgyhogy attól nem kell félni, de az egy olyan dolog, hogy támadó és támadó futball között van különbség. Az, hogy a klubnak az a felfogás, hogy támadó futballt játszhat, az bizonyos szerepet játszott abban, hogy én úgy döntöttem, hogy oké, ezt el lehet vállalni, ezt a feladatot. Most az, hogy az Attilának van egy erős véleménye, és azon lehet diskurálni, beszélgetni, vagy esetleg, hogy mondjam, olyanokba belemenni, aminek teljesen az ő véleménye teljesen más, az én véleményem teljesen más, de nem lényeg, mert úgy gondolom, hogy én nekem sokkal inkább van egy olyan emberre szükségem, aki a szememben mondja azt, akár, hogyha valami nem tetszik, tudok vele vitatkozni dolgokról, mint hogy van egy olyan ember, aki szemedben mosolyog, és közben meg hátba szúr. Szóval azért az nagy különbség, inkább van egy erős sportigazgató, aki végül is a felettesem, úgyhogy azzal nincsen gond, ő határozza meg azért a történéseket a klubba, és az elmúlt években, ami ott fölépült, az megsüvegelendő, mert abszolút. De ugyanakkor az az elképzelés, amit én akarok megvalósítani, meg amit én csinálok, ahhoz azért úgy gondolom, hogy kellek én, mert különben nem lehetne megvalósítani, és mondjuk azt a felfogást, azt a támadó futballt, azt a letámadást, azt pillanatnyilag úgy gondolom, hogy azt én jobban tudom, de amellett egyértelmű, hogy a klubba, a különböző csapatokkal, a játékosokkal kapcsolatban az Attilának a véleménye abszolút, hogy szükségem van rá, meg mondja is, meg el is fogadom, úgyhogy azzal nincsen semmi gond. De természetesen ez mindig úgy van, hogy amíg a győzelem van, addig mindig egyszerűbb. Ugye Sasa másfél év után gólt lőtt, ennek nagyon örült nyilván mindenki. Nem gondoltam, hogy ez lesz az a hétvége, ahol neked több örömödben lesz részed, mint mondjuk Jürgen Kloppnak, nagy barátodnak, aki a Liverpool-al meg elszenvedte az első vereségét. De inkább azt akarom kérdezni, hogy a Diósgyőri szeletvállalás és a Kisvárda közötti időszak az hogyan telt el? Mert az nem egy pár hónap volt csupán. Tehát mit csináltál ez alatt az időszak alatt? Hát igen, nekem is fel kellett dolgozni azért azt, hogy ott kidobtak mint egy kutyát szó szerint, de végül is az az időszak azért azzal telt, hogy hazamentem, otthon voltam a családom körébe, akiket végül is sokáig nem láttam. Építkeztem. És tartottál az MLS keretein belül egy nagyon színvonalas előadást. Angliába jártam párszor, előadást tartottam. Ez ennyire élesen, bocsánat, csak megütötte a fülemet azért ez a fél mondat itt az elején, hogy ez ennyire élesen benned van még, hogy te ezt úgy élted meg, hogy kidobtak, mint egy kutyát? Hát most, ha belegondolsz, hogy telefonon rúgnak ki, azért úgy gondolom, hogy attól függetlenül az eredményes időszak volt. Az, hogy az utolsó 3 hét az nem úgy alakult, az egy olyan történet, ami persze akkor az eredmények nem jöttek, de azért úgy gondoltam, hogy másképp fog történni, de hát kiderült, hogy egy-két embernek nem feltétlenül gerinc volt a jele az óvodába, de hát ez már egy olyan történet, amiről fölösleges beszélni. Igen, de erre ezután mondhatja azt az ember, na aztán én Magyarországon többet nem, vagy
vállalok munkát, inkább majd Németországban, vagy ahonnan hívnak. Aztán mégse így lett. Hát igen, mert is úgy voltam vele, hogy nekem kellett az az idő, hogy ezt feldolgozzam. Jól éreztem magam ott kint, el voltam, mint a befőtt, hogy úgy mondjam. De hogyha egyértelmű, hogy nekem is volt kint olyan menedzserem, aki próbált nekem Ausztriába, Svájcba, német nyelvterületen csapatot keresni, vagy esetleg Angliába, de ilyenkor az embernek megvan az a lehetősége, amire vezetőedzőként nincsen soha meg, hogy mondjuk elmész klubot látogatsz, azokat, akikkel együtt dolgoztál, most nem csak feltétlenül Angliába a Kloppóhoz, teszem az Mönchengladbachba, akivel együtt játszottam, a Marco Rosével, aki a Salzburgnak az edzője volt, elmentem Dániába volt csapataimhoz, úgyhogy ezeket fel tudod használni ilyenkor arra, hogy látsz új dolgokat, elmész, és azokkal találkozol, akikkel régen. Mondhatjuk azt, hogy jobb edzőként jöttél vissza Kisvárdára, mint amilyen voltál Diós Györgyben? Mondjam, inkább tanultam az én hibáimból is, tanultam abból, hogy mi történhet, és nem feltétlenül fogok beleállni olyan dolgokba, ami tudom, hogy lehet, hogy igazam van, de sanszod nincs Magyarországon megcsinálni azt, amit szeretnél. Mi volt a te hibád? A legnagyobb hibám az volt, hogy sportigazgató lettem egy személybe, mert utána már kénytelen voltál olyan dolgokba is dönteni, amit nem tudsz magadra vállalni. Mert itt ez a veszély nem fenyeget egyébként, hogy Kisvárdás nem is akarok, azért nem is vállaltam, Isten meg, csak akkor mondtam, hogy soha többé, mert tényleg, gondolj bele, van 10 kocsi a klubnak, 20 embernek oda van ígérve, 10 alól kihúzod, egyből van 10 ellenséged. Úgyhogy ez csak egy példa arra, hogy de döntést kellett hozni. Úgyhogy... Engem azért érdekelne ezeknél a külföldi tanulmányutaknál, hogy te is hangzott, hogy jobb edző lettél, hogy mik azok, most nem feltétlenül ilyen hosszabb előadás keretén belül, de egy néhány mondatban összefoglalva, mik azok az innovatív gondolatok, amelyeket itt, ezeken az utakon, akár Liverpoolban, akár Dániában, vagy Németországban el lehetett sajátítani, és be lehet integrálni a magyar futballba, akár Kisvárdán, akár máshol. Na most én, amikor... Milyen irányba megy a dolog, amit nekünk követni kell? De Angliában megtapasztaltam azt, nagyon sok mérkőzésen voltam, kint voltam 3 hetet egy akadémián, segítettem az ottani edzőknek a munkáját, ugyanúgy egy kicsit azzal a filozófiával, felfogással próbáltunk ott az edzéseken a játékosok irányába lépni, de mondjuk például, amikor Kloppónál voltam, az egyik legérdekesebb téma volt számomra, hogy tudja ő a játékosokat tűzbe tartani. Most ő erre teljesen nyugodtan mondta azt, hogy tűzbe tudja tartani az összes játékos, mert addig, amíg eredmény van, addig azok, akik a második sorba állnak, azok nem tudnak egy szót se szólni 3-4 mérkőzés után is, mert ugye eredmény van, és nem kell őket tűzbe tartani, mert az eredmény az magától tart mindenkit tűzbe. És azok a játékosok olyan full profik, hogy szenzációs volt látni testközelből, edzésen azt, amit csináltak, szó nélkül, ha a Kloppó mondott valamit, megálltak, figyeltek, csinálták. De gondolkodsz ilyenbe egyébként... Elvitték van a kocsit alóluk, nem? Gondolkodsz ilyenbe egyébként, hogy bővíteni annyira a keretet, hogy ott is legyen versenyhelyzet, mert Magyarországon sokszor akár az utánpótlásban is mondják azt, hogy a versenyhelyzet hiánya okozza azt a mérsékeltebb teljesítményt, amit akár egy utánpótlás csapatnál letesz egy játékos az asztalra, mert hogy úgyis jövő héten is kezdő leszek, mert nincs itt más, aki tapossa a sarkamat, vagy más 1000 játékos, mint mondjuk Portugáliában, meg a felnőttben is. Hát most itt vissza lehet kanyarodni arra, amit az előbb még a legelején mondtál, hogy ugye egyik héten jól játszik, másik héten egy kicsit bele alszik a mérkőzésbe. Hogyha van konkurencia, akkor ez tényleg így van, az meghatároz mindent, meghatározza teljesítményedet, mert nagyon jól tudod azt, hogyha nem teljesítesz, ott van mögötted másik 2-3, megkapja az a lehetőséget, hogyha az él a lehetőséggel, akkor nem biztos, hogy te vissza fogsz kerülni. Szóval az tény, hogyha nincs meg az a konkurencia, akkor nehéz. Most a mi keretünket a kialakításával kapcsolatban, hogy az előbb is mondtam, azt még nem én alakítottam ki, de remélem, hogy nyártól azért igen, és hogy lesznek olyan fiatal tehetségek, akiket oda lehet vinni, gyors, erős és... Több magyar játékosban gondolkozz, mert a Kisvárdán azért eléggé... Csak magyar játékos. Hogy mondjam, hát nem is az a kritika, de az a tény megállapítás éri a csapatot mindig, hogy azért itt jócskán külföldi dominancia van, légiós dominancia. Abszolút, végül is jogos, de most még nem jutottam el odáig, nekem is elsősorban a csapatot meg kell ismernem, tudnom kell azért, hogy ki mire képes, de én úgy látom, egy-két dologba azért szükség lesz változtatni, fiatalítani a keretet, egy-két játékost hozni, hogy a konkurencia, hogy az előbb mondtad, hogy az meglegyen, de hát ez nem feltétlenül most még az én dolgom, ezt az Attila fogja intézni, utána arról fogunk diskurálni, hogy ki fog odajönni, és utána megfelelő embereket ki fogjuk választani, hogy egy ütőképesebb csapat legyen jövőre ott. Létezik arra alternatíva, vagy forgatókönyv, hogy mi van, ha kiesik a Kisvárda? A számomra nem, mert én biztos vagyok benne, hogy benn fog maradni, úgyhogy
Ez ugyanakkor ugyanúgy volt Diósgyőrben is, amikor oda kerültem olyan helyzetbe, hogy kilátástalan volt. Én hiszek abban, amit csinálunk, meg pillanatnyilag olyan érzéseim vannak, a játékosok is hisznek abba, csinálják, és abszolút jó irányba megyünk. Természetesen most az, hogy egy mérkőzés után felkerültünk a hetedik helyre, az nem jelent semmit, ahhoz nekünk ugyanúgy a pontokat kell gyűjtögetni, hogy ne kerüljünk megint abba a veszélyes zónába, mert mint látható volt, azért a Zalaegerszeg meglepetést tudott okozni, úgyhogy a távolság az nem nőtt, de sűrűsödött a mezőny. Engem a személyes ambícióid érdekelnének abban a szempontból, hogy ugye lehet róla tudni, hogy a Red Bull istállóban dolgoztál Lipcsébe, ugye Pista fantasztikus közvetítéseivel követjük a Bajnokok Ligáját, ugye ez a Lipcse 8 közé készülődik ugye a BL-ben, ebben az istában dolgozott mondjuk az a Löw Zsolt, aki a PSG kispadján ül, és hogyha mondjuk erre gondolok, hogy a BL 8 meg a PSG, akkor Kisvárda egy kicsit olyan, nem, tehát igazából az érdekelne, hogy Nincs vezető edző. Most erre mondok valamit, hogy most de teljesen igen. Mindegy. De ne is kérdezzek akkor? Nem, meg volt abszolút. Lendületben van. Félsiklott a pályafutása. Mondjuk, amikor Lipcsében dolgoztál, akkor gondoltál arra, hogy, hogy a legjobb irány az edzői karrierben, az Kisvárda felé vezet. Taposan. Most ez olyan dolog, hogy... Nem megbántva Kisvárdát, hogy de óriási tisztelt meg minden, hanem már minden. Jól felé kanyarodik. Nézd, a karrierre? Én voltam, hogy meg lett volna a lehetőségem. Egy jó példa arra, hogy amikor a Thomas Tuchel, akivel együtt játszottam Mumba 3 évet, Augsburgban volt egy utánpótlás csapatnál ott edző, odajött Mainzba, amikor én a második csapatnál voltam pályaedző, és odajött az U19-hez, ahol azt kérte tőlem, hogy legyek én az ő pályaedzője. Na most akkor nekem még nem volt meg a prolicenszem, és erre mondtam azt, hogy engem az nem kvalifikál ahhoz, hogy el tudjam végezni az iskolát, mert nem vesznek föl, mivel az kevés nekem. Na most, ha belegondolsz, hogy akkor, hogyha a Tuchelre azt mondod, hogy jó, megyek veled, akkor most lehet, hogy egy nagy hiba volt az életemben. Most a Löw van Kisvárdán, és te szállítás. De nem hiányzik, mert én úgy gondolom, hogy vezetőedzőként van hozzá affinitásom az, hogy most hogy alakulhatott volna, abszolút nem hiányzik. Én elégedett vagyok, boldog vagyok azzal, ami van, úgyhogy nincs az a semmi gond. Az, hogy reggeltől estig dolgozol, itt is, ott is, ugyanúgy a Kisvárdáért is mindent meg kell tenni, úgyhogy a munkába nem tudsz kevesebbet belerakni, mert hogyha valamit csinálsz, azt csináld 100%-osan. Nálam a maximum, a minimum, a fölött ugyanannyit követelek meg a játékosoktól, ugyanannyi volt Diósgyőrbe is, mint a gyerekeimtől, úgyhogy itt kifogás nincsen. Csinálni kell és fejlődni kell, ez a motto. Ahogy örülnek, hogy nem vagy otthon. Na most igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, jó munkát kívánunk a folytatáshoz, figyeljük majd, hogy fölfele vagy lefele mozog a csapat, vagy inkább azt mondom, hogy fölfele kell tekingetni egy picit még, hogyha jönnek az eredmények, vagy lefele. Köszönjük szépen. És még jó egyszer. Ja, jó utat, igen, hazafelé, mert nincs közel a mostani otthonod.